ismét fergeteges hangulatban és látványos küzdelemben volt része azoknak, akik kilátogattak az Alba Arénába szombat délután. A Hidrófehérvár AV19 a svájci Lausanne csapatát fogadta hazai pályán a Bajnokok Ligájában. A találkozót a helyszínen tekintette meg svájci-magyarországi nagykövete Jean-François Parot, aki elismerően beszélt az Alba Arénáról, az infrastruktúráról, valamint a csapatok teljesítményéről a mérkőzés első harmada után. Kemény összecsapás zajlik a jégen, mindkét csapat játéka rendben van. Nem tudok teljes mértékben elfogulatlan lenni. Lausanne-ból érkeztem, így természetesen a svájciak győzelmében bízom, de kiderül majd, mi lesz a végeredmény. Egyelőre semmi sem biztos, csak az, hogy végül a jobb formában lévő csapat fog győzni. Cserpalkovics András polgármester már a Bajnokok Ligájába való bejutást is óriási sikernek nevezte, valamint örömét fejezte ki, hogy az Alba Aréna mostantól ilyen és ehhez hasonló kaliberű sportrendezvényeknek adhat otthont. Nagyon jó hangulat, nőttek Svájcból is szurkolók, nem is kevesen, úgyhogy ők is szurkolnak a saját csapatuknak, és nagyon megtisztelő, hogy a sportdiplomáció keretében Svájc-Magyarországra akkreditált nagykövetét is vendégül tudjuk látni. Nagykövet úrék is jól érzik magukat, nyilván ők szurkolnak a svájci csapatnak, mi szurkolunk a Volánnak, de azt hiszem, hogy ez is a sport szépsége. Cserpalkovics András kiemelte, hogy a Bajnokok Ligája operatív vezetője is tiszteletét tette az arénában a csütörtöki BL forduló alkalmával, aki nagyon nagyra értékelte a Volán teljesítményét, valamint az Alba Arénát, és elmondta, hogy véleménye szerint szakmai szemmel nézve a létesítmény bármely nemzetközi esemény befogadására alkalmas, köszönhetően a professzionális körülményeknek. A szombati mérkőzés végül svájci sikerrel 3-1-es végeredménnyel zárult.